Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénor vagyok, főbb témáim néhány mondat van. Jogállami kerekasztal, előadás az alaptörvényről Pécsen. Végzett diákok és egészségügyi ellátás, december közepéig tart a türelmi idő. Az ipar kreatív aranyi cégek fejlesztései az iparkamara kiállításán. Hály János, Délvidék, ősbemutató a Pécsi Nemzeti Színház Kamara Színházában. Jogállami kerekasztal címmel előadást szervezett a Pécsi Polgári Szalon Egyesület a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével szerdán Pécsen. A rendezvény egy országos sorozat része, melynek célja megismertetni az alaptörvényt. Az ez során előadást tartott többek között dr. Juhász Imre, az Alkotmánybíróság elnöke. Az eseménynek a Magtár rendezvényház adott otthont. Minden magyar polgárnak meg kell ismernie az alaptörvényt, ezért egy országos sorozat részeként mutatják be jogállami kerekasztal beszélgetés keretében az alaptörvényt. Pécsre az Alkotmánybíróság elnöke dr. Juhász Imre is ellátogatott, ahol előadásában rámutatott, az alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül. A jogállami kerekasztal körülbelül 10-11 éves múltra tekint vissza, az alaptörvény hatályba lépése után jött az ötlet, mikor elég sok nemtelen támadás is érte az alaptörvényt, hogy egy picit próbáljuk meg elmondani szélesebb körben, hogy mit is jelent, úgy a részletszabályai, mint mondjuk az elvei az alaptörvénynek, és hogy ez egy picit fogyasztható legyen, ezért a kultúrával vegyítve ilyen kerekasztal jelleggel gondoltuk ki ezt a programsorozatot. A Nemzeti Hitvallást Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-Dia színművész olvasta fel. Isten áld meg a magyart! Nemzeti hitvallásunk. Mi, a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Az alaptörvény változik, úgy, ahogy a társadalom is változik, hangsúlyozta az Alkotmánybíróság elnöke. Ezekre a kihívásokra nem biztos, hogy az alapító atyának adott esetben gondolnia kellett volna. Tehát önmagában az, hogy van egy módosítás, én mindig jobbnak gondolom, hogyha az alkotmányozó hatalom módosít, mint hogyha más megoldásokat találunk erre. Mert azért a nagyvilágban van arra törekvés, hogy ne a tagállamok, és mondjuk alapszerződés módosítással adott esetben ne a törvényhozó, hanem mondjuk valamiféle új bírósági jogértelmezéssel történjenek meg áthangolások és átértelmezések. És azt gondolom, hogy mindig jobb, hogyha ez a törvényhozó megjelent, nyilván az alaptörvény esetében az alkotmányozó hatalomnál van. A jogállami kerekasztal a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében érkezett Pécsre. Maga a témaválasztás az általában vagy megkeresésre történik, vagy pedig azokat az aktuális kérdéseket vetjük föl, amelyek akár magyar nemzet szintjén, akár országos szinten, vagy pedig helyi szinten lehetnek érdekesek. Ez nem sokára a helyi szintű érdeklődésbe is fog hajlani, amikor egy picit majd arról is fogunk beszélni, hogy merre és hogyan fog Pécs tovább haladni ebben az érdekes politikai helyzetben, de ez egy más kérdés lesz és más téma, de hamarosan ilyenekkel is fogunk jelentkezni. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. A beszélgetésen részt vett az alelnök Tordáné dr. Petneházi Judit is. Az eseménynek a Magtár rendezvényház adott otthont. A jogállami kerekasztalról bővebben a Pannon Televízió közéleti magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Figyelniük kell a végzett diákoknak, ha az iskola után nem tudnak még elhelyezkedni, mondja a Baranyai NAV szóvivője. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok biztosítását kell megoldaniuk. Ez havi járulékfizetést jelent, ha nem találnak foglalkoztatót december közepéig. Fiatalok a képeken, akiknek most figyelniük kell egy fontos határidőre, ha szeptembertől már nem járnak iskolába. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságok
lakosságukat érinti ez, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Egészségügyi szolgáltatási járulékot akkor kell fizetni, hogyha az adózónak megszűnik a munkaviszonya, a nappali tagozatos diák hallgató elvégzi az iskolát, és a diák igazolványának érvényessége megszűnik, és nem sikerül elhelyezkednie, valamint az adózó egyéb jogon nem jogosult egészségügyi ellátásra, és nem rászoruló. Türelmi időt biztosít azonban a törvény a végzett diákoknak, de a határidő lejárta után azonnal életbe lép a fizetési kötelezettség. A diákok esetén a 45 napos türelmi szabályt kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az iskola elvégzését követően október végével lejár a diákigazolvány érvényessége, és ezután még 45 napig jogosult a diák egészségügyi ellátásra, azaz december 15-éig. 16-ától kell fizetnie ezt a kötelezettséget egészen addig, míg nem sikerül például elhelyezkednie, vagy pedig egyéb jogon nem szerez jogosultságot egészségügyi ellátásra. Alapesetben a fiatalok értesítést kapnak arról, hogy fizetniük kell ezt a járulékot. Az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget az adóhivatal automatikusan írja elő a NEAK adatszolgáltatása alapján. Abban az esetben, hogyha ez az előírás mégsem történik meg, akkor a T10-11 U elnevezésű nyomtatványon lehet bejelentkezni erre a kötelezettségre, akár online is. Ezt a kötelezettséget havonta kell fizetni a tárgyhót követő hónap 12-éig. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 11.300 forint havonta. Tört hónap esetén napi díjjal számolnak. A járulékot csekken, átutalással vagy elektronikus módon lehet fizetni. Azonban fontos, hogy az érintettek a közlemény rovatban feltüntessék az adó azonosító jelüket. Rövid híreink következnek. Folytatódik az ingyenes iskolai laptop program az 5. 9. évfolyamon és a 6-osztályos gimnáziumokban a 7. évfolyamon. Az igényléshez csupán regisztráció szükséges, közölte a miniszterelnök főtanácsadója Facebook oldalán. Fontos, hogy nem a gyermek, hanem a szülő adatait kell megadni a személyi igazolványban foglaltaknak megfelelően, majd a regisztráció benyújtása gombra kattintani, ismertette a köznevelési államtitkár. Európa partjait elérte egy olyan ciklon, amely a korábban aktív Kirk nevű hurrikáni követhető vissza. Ez a ciklon térségünkben kiadós csapadékot és erős szelet okoz, ez pedig kibillenti majd a Balaton vízszintjét, írta a Hungaromet CRT a honlapján. A Milton nevű hurrikán a melegvízű és viszonylag sekély mexikói öböl fölé kerülve tovább erősödött, viszont a floridai félsziget nem elég széles ahhoz, hogy fölébe jutva kiszáradjon a légörvény, ezért különösen veszélyes helyzet állt elő a térségben. A kreativitás és az innováció együttesen jellemzi napjaink ipari tervezését. Az ipari tervezés nem pusztán a termékek formába öntése, hanem a gyakorlati és esztétikai szempontok összhangjának megteremtése is. Ezt mutatják be a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Régión gazdasági élete szorosan összefügg a helyi ipari tevékenységgel, amelyet az ipari dizájn újra és újra lendületbe hoz. Ezt láthatják az érdeklődők a kiállításon. A növények permetezését szimulálja ez a szerkezet. A régi technológiával szemben ez egy precíziós eljárás. Két pécsi cég együttműködésével alkották meg ezt a gépet. A növényvédőszer csökkentési tendencia van az egész Európai Unióban. Nem csak az Unióban, gyakorlatilag a világon, de az Unióban ez különösen hangsúlyos. Ezt az Európai Zöld Egyezménynek a formájában meg is fogalmazták, és mielőtt egy kicsit fölvizezték ezt a dolgot, 50% növényvédőszer csökkentés volt előirányozva egészen 2030-ig. Na most ezt a növényvédőszer csökkentést megvalósítani nem olyan egyszerű, mert a növényeket, gyakorlatilag a gyomnövényeket vagy a káros növényeket el kell találni. Ebben segít ez a különleges permetező. Ennek az a feladata, hogy eltalálja a célfelületet. Tehát, hogyha nézitek a mozgását, akkor lehet látni, hogy a fúvókákat szimbolizáló kis világító, kéken világító dolgok, az tulajdonképpen maga a permetlének a szimbolizálása, az mozog, elől a gép méri a növényeknek a magasságát,
magasságból megsatszolja a méretet, és úgy mozgatja a permetlé fúvókákat, hogy egyenesen rákerüljön a permetlé a növényre. A kisebb egyedekre kevesebbet, a nagyobbakra többet szór. Ahol pedig nincs növény, oda egyáltalán nem jut a szerből. Ezzel a korábbi felületi permetezéshez képest 80%-os megtakarítást tudnak elérni. Az elektronikával közösen fejlesztették ezt a szerkezetet, akik még egy másik fejlesztést is hoztak a bemutatóra a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába. A képernyőn az ADPA berendezést látjuk, ezt a Farmakológiai Intézettel, Pécsi Tudományi Egyetem Farmakológiai Intézettel együtt fejlesztettük ki. Ez elsősorban gyógyszerkutatás területén használatos berendezés, és itt is főként az alapkutatás célozza meg ez a berendezés támogatni. Tulajdonképpen a gyógyszereknek a hatásmechanizmusát lehet vizsgálni, és egyfajta fájdalom erőmérős történik a kísérleti állatokon. Cél, hogy minél hatékonyabb fájdalomcsillapító anyagokat találjanak a kutatók. Ebben segít ez az automatizált rendszer. A helyi iparkamara kiállításán 10 pécsi baranyai cég mutatja be, hogy az ipar és a kreativitás, illetve a formatervezés szorosan összetartozik. Ez azt jelenti, hogy még azok a cégek is megjelennek, akikről nem gondolnánk, hogy formatervezéssel, dizájnnal foglalkoznak. Mert mondjuk egy gépberendezést, vagy egy gépgyártó berendezést gyárt. Hát a fene se gondolná, hogy ahhoz dizájn kell, formaterv kell. De ezt meg kell értsük, hogy ma formaterv nélkül nem lehet eladni szinte semmit. Természetes, hogy a belbecs az fontosabb, de hát a külcsíny legalább olyan fontos. Mondta korábban a kiállítással kapcsolatban a főtitkár, az ipar kreatív elnevezésű kiállítást október 30-áig láthatják az érdeklődők a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre, hogy október 2-án egy Sejéről induló buszon felejtette a pénztárcáját, és mire meglett, hiányzott belőle 180 ezer forint. A rendőrök széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek, amelynek eredményeképp azonosították a feltételezett elkövetőt. A 16 éves kilvánfai fiút elfogták és előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatták. Az otthonában tartott kutatáskor a pénz egy részét megtalálták és lefoglalták. A fiú ellen lopásvédség miatt nyomoz a Siklősi Rendőrkapitányság, írja a polisz.hu. A rendőrök október 7-e és október 13-a között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain, írja a polisz.hu. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata figyeld az utat elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben a személy és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyezteti. Ha például a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, vagy ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat megtekint. Hály János Délvidék című kétrészes termelési drámájának ősbemutatóját láthatja a nagy érdemű október 12-én a Pécsi Nemzeti Színház Kamara Színházában. A rendező Tóth András Erdő. Hály János ezt a színdarabot a Pécsi Teátrum felkérésére írta. Stábunkkal a fotós próbán jártunk. Nem véletlen a termelési darab címe, mely a Délvidék elnevezést kapta. Itt játszódik térségünkben, a Délvidéken. Ez egy szegény részben elképzelt részben valós része Magyarországnak. Innen a kitörés lehetetlen, a szegénység öröklődik. Délvidék ura a vállalkozó. Az egyik főszereplő ő lenne, és Bera Márk alakítja. Ez a vállalkozó, ez egy ugye, hogy dúsgazdag, pénzes, van vagyona, nagyon sok földje van, gyakorlatilag egy beképzelt, nagyképű, egy ilyen slendrián alkat, ugyanakkor meg, hogyha találkozik egy olyan lányjal, egy olyan nővel, aki ezt a magatartást így le tudja magáról vetkőzni, akkor egy egészen új oldalát is megismerhetjük. Ez a vállalkozó gazdag és fiatal, a termelési darabban van asszonycsábítás, férj bosszú. A rendező Tóth András Ernő, Hály János ezt a színdarabot a Pécsi Teátrum felkérésére írta.
Én már tudtam, hogy amikor a János fölkértük, hogy ezt a darabot én fogom rendezni, nyilván alaposan utána mentünk magának ennek az alaptörténetnek. Itt egy Móricz novella, az Egyszer jól lakni. Móricz novella az alapja a történetnek, és a cím is ez a termelési dráma. Tehát egy csomó olyan kulturális összefüggés rejlik a darabban, a címben egyáltalán, aminek érdemes volt utána menni egy picit, illetve hát én is vidéki ember vagyok, somogyi kisfalu a szűkebb haza, és, vagy a régi haza, és engem mindig nagyon mélyen érdekelt az, hogy ez a rendszerváltás után kialakult magán nagy gazdaságok, az ott kialakult nagyon-nagyon szomorú, tragikus, függő viszonyok, azok hogyan érintik a magánéletet, hogyan lehet ott boldognak lenni, lehet-e ebbe az elképesztő szegénységbe létezni, amit hát azért legyünk őszinték, itt Pécstől délre mindenki lát, aki nyitva tartott szemmel él és jár arrafele. Hály Jánossal, a darabírójával intenzív levelezésben volt Tóth András Ernő rendező. Kellett is ez, ugyanis, mint mondta, bonyolult dramaturgiával dolgozik János. Nem könnyítette meg se a rendező dolgát, se a színészek dolgát, de ez így is van talán rendjén, hiszen egy kamaraszínházi bemutatóról van szó, egy kortárs magyar darabról, tehát tudtuk azt, hogy itt azért keményen oda kell csapni a fejünket a falhoz néha-néha. Nem volt hosszú a próbaidőszak feltétlenül, hiszen a színház intenzív munkában van, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan belső kreatív energia, nem hogy elszabadul, de lehet hasznosítva a színházon belül, beleértve itt a díszletet, a videóbevágásokat, a zenét, az énekeket, amik nagyon-nagyon segítették, és érzelmileg nagyon megemelték a próbaidőszaknak a minőségét. Hály János Délvidék című kétrészes termelési drámájának ősbemutatóját láthatja a Nagy Érdemű október 12-én a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Stábunkkal a fotó próbán jártunk. Nem tudom, hogy már egy kicsit, ha nézni akar. Néha beszélgetett nézni, nem mindig a tévé. Ó, de ki ez a faszi? Ki ez a faszi a bicikivel? A régi Júli. A születet ünnepelték Kétyen. A községen élők közösen vonultak fel az utcákon, majd kulturális műsorokkal színesítették a napot. A születi hagyományőrzés sok más tolnai településhez hasonlóan itt is kiemelten fontos. Délután 3 órakor indul majd a hintó, rajta így a jegyző és a születi bíró. Születi mulatság Kétyen. A nap a felvonulással kezdődött. Félúton megállva a kétyi óvodások és iskolások mutatták be táncaikat. A felvonulás után kulturális műsorok következtek. Jelen pillanatban a településünk 2 nagy rendezvényt tud megrendezni. Általában pályázati pénzből szoktuk ezeket, de valamikor nem sikerült. Az idén a Kóbászöltő Fesztiválunkat a saját erőből finanszíroztuk, a mostani rendezvényünket pedig egy pályázatnak köszönhetően az érsekkéti településünknek a segítségével tudtuk megvalósítani. A színpadi műsorok mellett babujással is kedveskedtek a vendégeknek. A szlovákiai érsekkétről érkező delegáció mindig szívesen látogat el ide. Én mindig azt mondom, hogy otthonról hazaérkezünk, ugyebár ez a testvértelepülési kapcsolat már immáron 28 éve folytatódik, kapcsolatban vagyunk, mi mindig ide úgy jövünk, mint minden nagy családhoz, van értelemben szeretettel fogadjuk el a meghívást a polgármester úrtól és a testülettől természetesen. A születi mulatság a magyar kormány és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatásával jött létre. A héten a rendőrök fokozottan ellenőrzik a mobiltelefonozó sofőröket országszerte, így Tolna vármegyében is. A figyelemfelkeltő akcióról és ennek fontosságáról Komlósiné Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét kérdeztük.
Drónnal figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket ezen a korábban készült felvételen. A hatóságok most a héten is így tesznek, október 7-e és 13-a között fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobilozást. Sajnos egyre több a kollégáim tapasztalata arról, hogy nem csak mobiltelefonoznak már az emberek vezetés közben, hanem sokan tableteket fogva filmeket néznek, illetve a közösségi médiát böngészik, miközben a másik kezükkel a kormányt fogják. Sajnos volt már arra példa, hogy azért történt tragédia az ország egyes útjain, mert valaki úgy vezetett, hogy közben élőben filmezte azt, hogy milyen sebességgel halad, és milyen módon előz meg járműsorokat. Ennek az eseménynek az lett a vége, hogy többen életüket vesztették a balesetben. A rendőrök nem csak az elektronikai eszközök használatát figyelik, hanem azt is, hogy ki az, aki például evéssel, ivással eltereli a figyelmét. De szintén szemüggyel tartják azokat, akik nem használják a biztonsági övet. A kollégáim nem csak rendőrautókból fogják figyelni a közlekedőket, hanem civil autókból is, és lesznek náluk videófelvevők is, amivel szintén rögzíteni fogják azokat, akik szabálysértést követnek el. És szerencsére Tolnavár megyében már van drón, amivel szintén a levegőből is figyelhetik azokat a járművezetőket, akik nem tartják be a szabályokat. Aki mobilozik és rajta kapják, azt akár 65 ezer forintra is büntethetik. A rendőrség akciójával a megkérdezettek nagy mértékben egyetértettek. Szerintem nagyon veszélyes, én úgy gondolom. Én autóbuszvezető vagyok is, én tudom, és nálunk is sokan csinálják ezt, és szerintem veszélyes. Figyeljék is. Ugye most épp véletlenül csörög a telefon, és nem figyel oda egy óvatlan pillanatban, bármi vétlen balesetet is okozhat. Tolnavár megyében tehát az autóval közlekedők az elkövetkező napokban számítsanak arra, hogy különösen sok rendőrrel fognak találkozni. A szemeket tartsuk az utakon. Édes és kiváló savtartalmú az idei szőlőtermés a dél-balatoni borvidéken. A sok napsütés megtette hatását az ültetvényeken. Ezekben a napokban ér véget a legtöbb területen a késői érésű fajták begyűjtése. Tovább hagytuk fönn, és akkor ilyenkor, hogy olyan időjárás van, akkor megrepednek a bogyók. Az utolsó szüretek zajlanak Balaton lele határában. A bújdosó pincészet ezt a muskotájt nem az időjárás miatt szedi később, hanem mert így készíthető belőle a Tokajhoz hasonló édesbor. Tokaj hegy alján, és ez a legfinomabb muskotáj, ami a muszkátlünebből készül, és hát mi is ezt próbáljuk itt egy kisebb mennyiségbe, de jó minőségbe szüretelni. És azért legkésőbb, mert rajta hagyjuk egy hónappal tovább, mint amely már az eredetileg leszületeltünk. A többet szemek édes ízt és kiváló savakat rejtenek, de ez a jellemző a többi fehér szőlőre is, mondja Bújdosó Ferenc borász. A nagyon meleg március az már előrevetítette, hogy itt hamar fog a szőlő fakadni, gyorsan fog virágozni, és aztán hát ez be is igazolódott. Talán a virágzásnál volt egy kis olyan bizonytalanabb időjárás, ami elnyújtotta a virágzást rengeteg fajtánál. Ez azt jelentette, hogy a szüreti időpontban heterogén fürtöket lehetett találni, tehát volt, ami már egészen érett volt, és voltak, amelyek a későbbi virágzás miatt nem voltak annyira érettek, ami egyébként még pozitív hatása is lett, mert hogy hát ugye a savak így megmaradtak, tehát viszonylag érett szőlőket jó savakkal tudtunk szüretelni. A többi fehér szőlő leszüretelését július 30-án befejezték. Kiváló évjárat a 2024-es, mondják a szakemberek. Emellett a Balaton déli részén fekvő ültetvényeken a mennyiségre sem lehet kifogás. Mi nem panaszkodhatunk, tulajdonképpen az a csapadék mennyiség, ami a vegetáció elején lehullott ide a Balaton régióba, az azt gondolom, hogy persze talaj fajtától függően, de a mi területeink zömében jó víztartó területeken, jó kötött talajon vannak az ültetvényeink. Ezekben a napokban minden területen végeznek az utolsó fajták leszüretelésével, ilyenkor általában a piros fürtökkel dolgoznak az ültetvényeken. Kiradunk végén Baranyai témáit még egyszer röviden. Jogállami kerekasztal előadás az alaptörvényről Pécsen. Végzett diákok és egészségügyi ellátás december közepéig tart a türelményidő. Az ipar kreatív baranyai cégek fejlesztései az iparkamara kiállításán. Hály János délvidék ősbemutató a Pécsi Nemzeti Színház Kamara Színházában.
Pénteken túlnyomóan napos időre készülhetünk. Hajnalban reggel, keleten, észak-keleten fordulhat még elő eső, zápor. Napközben pedig a középső területeken egy összeáramlási zóna mentén alakulhatnak ki újabb záporok. Délelőtt 11-18, délután 18-22 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!